Veletek is előfordult már, hogy a kedvenc játékotokkal játszotok, és egyszer csak... Mi történt? Nos, a probléma oka az, hogy ha több monitorotok van, néhány játékból, igenis játék közben képesek vagytok kikattintani. Az Ava Group Media csatornát nézitek, Péter vagyok, és most megmutatom nektek, hogy mi az orvosság a problémára. Először is írjátok be a böngészőbe, hogy Cursor Lock. A legelső találat a Snakebite Studio honlapja, ahol a honlap alján megtaláljátok a letöltéshez szükséges linket. Töltsétek le a programot, nyissátok meg abban a mappában, ahol letöltöttétek, és indítsátok el az installálást. Az installálást nem mutatom meg, hisz mindig csak igen, igen és tovább gombokra kell kattintani. Az installálás után ez az ablak fog titeket fogadni. Ebben a tutoriálban egy bonyolultabb Steam-es játékot fogunk meghackelni a Cursor Lock-kal azért, hogy ne tudjatok kikattintani a játék ablakából. Ehhez először is meg kell adjátok a Steam program exe fájlának helyét. Majd beléptek a Steam könyvtáratokba, és a kívánt játékról létrehoztok egy indító parancsikont az asztalra. Ennek a parancsikonnak a tulajdonságainál az URL résznél megtaláljátok azt a hagyjegyű számot, amire mindjárt szükségetek lesz. A következő lépés az Open Program Arguments mezőbe beírjátok a -applanch szóköz a hagyjegyű kódot, amit az előbb megtaláltunk. A harmadik lépés pedig az, hogy megkeresitek a Steam könyvtáratokban az adott játék exe fájlját. Esetleg bekapcsolhatjátok még a Force Lock funkciót. Egyes esetekben szükség lehet a Lock régió kiválasztására. Ilyenkor általában az ablak belseje funkciót szoktuk használni. Javaslom, hogy a Hotkeys menü alatt a Toggle Lock Hotkey alá állítsatok be egy billentyű kombinációt, amivel kívánság szerint mégiscsak ki tudjátok kapcsolni a Cursor Lock hatását. A Create Shortcut gombra kattintva létrejön egy új indító parancsfájl a játékhoz. Ha a játékot ezzel a parancsfájllal indítjátok, többé nem lesz gondotok arra, hogy ki tudtok kattintani a játék ablakából. Láthatjátok, hogy most, hogy az új parancsikont használjuk, csak akkor tudunk kikattintani a játék ablakából, hogyha a nálam beállított Ctrl-Shift-L billentyű kombinációt megnyomjuk. Hogyha még egyszer megnyomom a Ctrl-Shift-L billentyű kombinációt, ismételten nem vagyok képes kikattintani a játék ablakából. Remélem a videó nektek is segített, ha tetszett nyomjátok meg a like gombot, ha nem tetszett írjátok meg kommentben, hogy mit csináljunk a legközelebb másképp, és ne felejtjétek, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, és osszátok meg ezt a videót ismerőseitekkel is. Szervusztok!